Én nagyon sokszor igenis kisminkeltem magam, még két edzés között is. Igenis felvettem magas sarkut, meg szoknyát, és akkor nyilván így a többi úszó meg mindig nézte, hogy most mire. Akkor felhívtalak telefonon, annyira vicces volt, hogy beleszóltál, szia Lilu vagyok, hello én is. Igen. Én nagyon hosszú évek óta várok arra a telefonhívásra egyébként, csak ezért, hogy szia Lilu vagyok, én is Lilu én vagyok. Én is Lilu vagyok. Ahogy néztelek, én nem is tudtam, hogy mi az, amit a legjobban meg akarok nézni, mert gyönyörűek a tetoválásaid, a körmöd az egy külön adás. Az egy teljes rész. Azt majd mutassuk meg, Léci, mert annyira rohadt menő néz ki a körmöd. Igen. És tök jó, mert nem hosszú, hanem rövid. És hogy a rövid körömből, imádom, teljesen oda vagyok. Köszönöm. Pont holnap fogok menni, és már 5 hetes, de nagyon kis trapa bíró, meg jó minőségű, hála az égnek. De nagyon, mondom, én nagyon szeretem az ilyen rövid körmöt, hogyha ilyen kis különlegesre van festve. Meg hogy a rucid is annyira bejöttél, és úristen, és a hajad az meg maga a 80-as, 90-es évek, amit így elkezdtem megkérdezgetni, hogy ez hogy lesz ez a hajad, aztán ugye minden neked magától göndör, ezért mindenki más az esélytelenek nyugalmával meg se próbálja ezt a hajat. Igen. De hogy így hirtelen bejöttél, és így rád néztem, így önmagában az, amennyire klasszul össze van rakva, és tök jó figyelemfelkeltő, de valahogy nem közönséges, szóval nagyon-nagyon-nagyon jól nézett ki, nagyon, nagyon klassz, és nagyon összeszedett, és látszik, hogy azért te ezt kigondoltad, tehát hogy gondolkozol magadon, hogy törődsz magaddal, és most a kifejezésnek abban az értelmében, hogy az önismereti értelmében gondolom, ez így van? Abszolút, és nagyon köszönöm, hogy ezt így fogalmaztad meg, mert valóban az, ahogyan én mostanában megjelenek, és szeretnék majd innentől kezdve megjelenni, az pontosan az önazonosságommal és az összhangommal van megnyilvánulva. És ebben nagyon sok munkám van, mert ugye az öltözködésben is, meg az önkifejezésben is, meg akár a hajamban is, nekem így nagyon sok mindent kellett letenni ahhoz magamban, hogy ezeket megmerjem lépni, és felvállaljam ezeket is. Igen, mert hogy azért a te esetedben nem arról van szó, hogy csak így simán az ember így éppen van egy korszaka, és kipróbálja, vagy bejön egy zenész, akinek egy kicsit így munkaköri kötelessége egyébként, hogy különlegesen nézzen ki, hanem igazából neked az út, meg a honnan, hova. Pont amikor gondolkodtam, hogy ugye már tudtam, hogy fogunk beszélgetni, és gondolkodtam azon, hogy honnan közelítsem meg a mi beszélgetésünket, hogy az uszodai ember, az uszodai élsportolóval beszélgetni ebben a Makeup Down keretben, ahol így nyilván persze sokkal többről szól, de beszélünk a sminkről, meg a hajról. Nagyon nehéz, mert hogy ez a ti életetekben gyakorlatilag egy bizonyos pontig nincsen. Igen, és akkor itt jön be az, hogy alapvetően én sosem akartam úszni, és hogy nekem maga az, hogy mondjuk hogyan jelentem meg az uszodában is, hogy hát nagyon így ilyen fekete bárány voltam benne, mert én nagyon sokszor igenis kisminkeltem magam, még két edzés között is. Komolyan? Igen, és igenis felvettem magas sarkut, meg szoknyát, és akkor nyilván így a többi úszó meg mindig nézte, hogy most mire. És igazából én meg mindig mondtam, hogy mert jól érzem vele magamat, mert szeretném kipróbálni, hogy milyen, és hogy azért, mert uszodába jövök, és mert sportoló vagyok, én mindig ki akartam próbálni azt, hogy milyen érzés, amikor mondjuk adott nap felkelek, és az az érzésem, hogy fú, én most szeretnék így kinézni, és szeretném ezt a ruhát felvenni, és szeretném mondjuk így kifesteni magamat. És hát igen, volt egy ilyen nagy küzdelem a közegemmel, meg a közösségemmel, mert hogy ugye a sportolók nem, tehát nincs energiájuk már arra, hogy így működjenek. Meg nem is feltétlenül csak az energia.
Én úszodában voltam sokáig, én műugrottam, és én láttam, ahogy ti edzetek, meg ahogy léteztek. És nyilván az úszó volt a legkeményebb az összes közül, mert a vízilabdázók azok csak elburikáznak, meg persze a műugrók azok törölgetik magukat hosszú órákon keresztül, amíg el nem jutnak a büféig, de hogy azért, jó nem, de hogy... Igen, de értem. De hogy az úszók azok, akik tényleg gyakorlatilag kőkeményen, teljesen lecsupaszítva odajöttek, és azt csinálták, és hazamentek, meg ki kellett magukat pihenni, és enni kellett. És a Katinkával beszélgettem pár héttel ezelőtt, és Katinka elmondta, hogy igazából neki ez az egész csajoskodás, meg nőiesedés, meg az, hogy egyébként mibe menjen, meg milyen legyen a haja, meg milyen legyen a sminkje, ez fel sem merült a teljesen aktív időszakában, mert hogy egyszerűen nem volt rá energiája, tehát felhúzta a melegítőt, és tényleg elment és megcsinálta, aztán hazament pihenni. És teljesen tudom, hogy miről beszél, csak nekem annyiból volt egy ilyen, nem is tudom, egy behatásom, hogy nekem ugye a nagymamám színésznő volt, és én nekem a művészi oldalam az mindig sokkal erősebb volt, még a legkőkeményebb úszó pályafutásom során is. Tehát nekem az igényem már meg volt alapozva egészen gyerekkoromtól kezdve. Mert hogy a nagymamámmal sminkeltünk, mindig kifestette a kis ujjamat pirosra, mondta, hogy nem szabad, még amíg felnőtt nő nem vagyok, nem szabadna annyira festeni, szépen ízlésesen, csak kalap bemutatókat tartottunk, boákkal, mint a Pretty Woman-ben. Igen. És hogy nekem ez a világom volt, tehát engem mindig nagyon feltöltött, amikor tudtam így kreatív lenni önmagammal. Akkor valójában neked lehet, hogy ez az élsport, ráadásul az úszás azért az extra fegyelmezettséget és monotonitást, tűrést igényel, nem is volt feltétlenül való? Nem, nekem nem volt való, és ezt én már mielőtt elkezdtem volna úszni, kifejeztem, hogy én nem akarok úszni. Tehát kimondtam 8 évesen, hogy nem akarok úszni. Balerina akarok lenni, vagy színésznő, vagy énekesnő, bármi, ami a folyamatos, mindennapos önkifejezésről és megújulásról tud szólni. És ugye hát nem volt döntésem, hanem menni kellett, és akkor igazából így bekapott a gépszi, hogy végül is nagyon hamar megvoltak az adottságaim, nyilván a felmenőkből is jöttek, a genetika ott volt, és pluszba irgalmatlan nagy megfelelési kényszerem volt. Tehát, hogy az, hogy én teljesítettem, és boldog volt a környezetem, az edzőim, az apám, a mindenki, és akkor én fellettem emelve egy pár percre, hogy jaj, de jó, hogy te így, és akkor folytassuk, és engem ez nagyon egy ideig kompenzálta azt, hogy nem magamtól tudok töltődni. És aztán meg elfelejtettem, vagy elnyomtam. Ha valaki ilyen kreatív személyiség, akkor az nem felnőtt korában kezdi el feszíteni, meg nem felnőtt korában kezd el dolgozni, hanem kamaszkorban, vagy még kisebb korban, de kamaszkorban biztos, nem? Hát kamaszkorban az egy, most már nem azt mondtam evolúciós, de hát igazából igen, tehát hogy egy lánynak igen, vannak igényei, hogy a határait minden szempontból kipróbálja, a nőiességét kipróbálja. Igen, ez a nőiesség dolog, amire kíváncsi vagyok, hogy amikor elkezdtél csajosodni, amikor abba a korba kerültél, amikor, hogyha mondjuk nem vagy élsportoló, és nem vagy úszó, és nem kell a medencében töltened napi 8-9 órát, akkor lehet, hogy éppen te, nem tudom, bulikat szervezel, vagy festményeket készítesz, vagy megpróbálsz egy modelliskolát, vagy mit tudom én, nem tudom, akármi. Az milyen időszak volt, vagy arra hogy emlékszel, amikor belenézel a tükörbe, és egyébként nyilván egy szép, helyes csaj vagy, aki nem akar feltétlenül felúszni napi, nem tudom hány órát, 8-at, 10-et, mit tudom én mennyit, annyit, jó? Kimondani is nagyon jó, elfáradok, ahogy mondom. Szóval ebben van valami nagyon durva összeférhetetlenség, ami téged ismerve azért nem biztos, hogy elaltatható vagy elnyomható. Hál' az égnek nem volt. Hát igen, én úgy kezdtem még az óvodá
előtt is, mondom, nekem már az volt, hogy én festegettem magamat. Mm. Tehát, hogy nyilván teljesen abszurd, kék, lila, zöld minden most volt. Most ez tök mindegy. De hogy igen, én már ezeket kezdtem, és a nagymamámat direkt kértem is, hogy tanítson, mutasson. És akkor csináltuk, meg anyukámmal is rengeteget csináltuk, és akkor ugye jött az úszás, nagyjából akkor kezdett el így elindulni a pályafutásom, amikor a serdülőkorom is, tehát hogy így ilyen szinkronban volt, és azzal együtt nekem az igényem arra, hogy én hogyan fejezem ki magamat, akár bárhogyan is, de ez egyébként kommunikációban is megjelent, az egyszerűen megszűnt. Tehát, hogy én egy robot kellett, hogy legyek, és aki csak teljesít, aki monotonitásban nap mint nap ugyanazt csinálja éveken keresztül. És nagyon hamar előjött az bennem, hogy, és ez egy nagyon mély kérdés lesz, és ezt rengeteget pedzegettem éveken keresztül, és még most is vannak ilyen vissza-vissza csapongásai, hogy ennyi volna az élet. Annyira megijesztett, hogy nekem az lenne az életem, hogy még hogyha olimpiai bajnok is lennék, akkor nekem nap mint nap azt kell csinálnom, ugyanazt kell csinálnom, és hogy hol vagyok én ebben? Hol van az, hogy felkelek és örülök? Mert nem volt. Nem örültél? Nem. Nem, belenéztem a tükörbe, hát egyrészt ez egy ilyen több rétegű történet volt, mert testképzavarom volt, bulémiás voltam. Az elején amúgy anorexiának indult, csak ugye a sport miatt nem lehetett anorexia, mert hogy elájultam edzésen, amikor 3 napja nem ettem, és akkor hát, hogy így nem lehet teljesíteni, akkor jó, akkor bulémia lesz. És akkor hát a tükörben én abszolút egy ilyen önazonosság nélküli semmit láttam. És megvetettem, szántam magamat, hogy tényleg ez lenne, ez az, ami a nagy tehetség, amit mindenki elvár tőled, hogy tényleg ez, semmire nem tudtam értékelni magamat, és rájöttem így ilyen 17-18 éves koromban, hogy ez nem lehet az, amit én akarok. És akkor elindult egy folyamat, és most meg ott tart, hogy önazonosságot akarok mutatni. Most csinálod azt, amit egyébként 14-15-16 évesen kellett volna? Is. Ez egy érdekes kérdés, mert hát kimaradtak azért a tinédzser koraim. Hát azért mondom, hogy itt azért kimaradtak a tinédzser évek, amikre szemmelláthatóan van igényed most is. Igen. Mert az útkeresés azért mégiscsak a tinédzser évek sajátja. Igen, igen. De hát ugye közben meg ugye egy olyan folyamatot is elindítottam, meg csinálok, ami meg abszolút nem, hogy nem tizenéves, meg tinédzserkori történet, hanem nem is 26 éves, ami most lettem egy hete, 26 éves, hanem egy jóval felnőttebb történet. És akkor így van, nagyon sokszor van, hogy, és ezért van, hogy például írnom kell, meg kommunikálnom kell, meg ki kell fejezzem magamat, mert sokszor nem tudom pontosan, hogy mihez nyúljak, hogy most akkor túlérett vagyok bizonyos szempontban, viszont másik szempontból nem éltem meg dolgokat, és akkor közben meg 26 éves vagyok, és akkor mivel foglalkozik egy 26 éves? És akkor így ebbe szoktam így egy ilyen áramlást kialakítani, amiből valami kisül mindig. De van, akinek meg ez a fajta élet, és ez a fajta fegyelmezettség jó. Katinka elmondta, hogy ő imád úszni, tehát ő az úszástól boldog, és minden kétség nélkül belenéztem a szemébe, egy nagyon-nagyon jó őszinte beszélgetés volt, nagyon szerettem és nagyon megkedveltem a Katinkát ebben a beszélgetésben. Ez akkor csak azon múlik, hogy valaki alkalmas-e, vagy nem, vagy megkérdezik-e a szülei, vagy hallják-e a szülei, hogy mit mond, vagy mit akar, vagy milyen akar lenni. Egyébként közben, mert azt viszont tudom, hogy szereted az ilyen kis cseteszeket, nyugodtan túrhatsz. Jó, és jó. Azt festesz, és azt raksz magadra, mert egyébként elmondta Rigó, hogy nem hozott magával semmit, mert hogy ez az egész sminkelés dolog is most kezd el kialakulni, tehát hogy így nem volt ez eddig topik. Igen. Szóval ez ezen múlik, hogy
hogy egyszerűen te nem voltál erre alkalmas személyiség, és hogyha meghallották volna, amit mondasz, akkor már régen a színművészetire jártál volna, és most halál boldogan valami színházban, bármelyik színházban játszanál jobbnál jobb darabokban, vagy akár, nem tudom, festenél, vagy énekelnél? Tehát ez ennyi? Lehet, de erre egy nagyon-nagyon jó mondatot tudok mondani. Az emberek mindig meglepődnek azon, hogy mennyire nagyon nem hasonlít a másik ember hozzá. Tehát, hogy mindenkinek megvan a maga erőssége, a maga története, amit... És én azt látom, hogy például a társadalmunkban is jelenleg azért van annyi elnyomott agresszió, annyi probléma, annyi rossz érzés, mert az embereket nem hagyták kibontakozni, sem a környezete, sem pedig önmaga nem hagyta kibontakozni, hanem hogy jó, kell ezt csinálni, hát ez így, és akkor vagy ez, vagy az, nincsen köztes állapot, nem adjuk meg egymásnak és önmagunknak sem a kreativitás és az önismeret lehetőségét. De most mit engedsz meg magadnak? Bármit? Bármit. Bármit? Bármit. Tehát az a szabály, nem szabad átadni senkinek, és akkor minden mehet. Tehát ahogy 10 éve semmit nem engedhettél meg magadnak, most egyszerűen csak így csinálod, amihez kedved van, és figyeled magad? Igen, és minden napom igazából azzal telik, hogy minél szélesebb spektrumban, és minél nagyobb mértékben megismerjem azt, aki vagyok. És ezt megengedjem magamnak. Tehát, hogy ez amúgy nem egy könnyű dolog, mert rengeteg ütközés is van azért így a tükörben is, úgyhogy... Van? Áj, vannak persze, de imádom. És egyébként a kapcsolatrendszereim is, meg akikkel én mondjuk bármilyen szinten is kapcsolódom, azoktól is elvárom, hogy nyugodtan mondják nekem, hogyha valamire mondjuk nem figyelek, vagy nem úgy figyelek, vagy bármi. Tehát, hogy én nagyon szeretem, hogyha visszajelzéseket kapok. Mi az, ami hiányzik, vagy mi az, amit nagyon szeretnél, és nem volt, és érzed a hiányát? És nem csinálhattad, nem tehetted meg, nem tudom, nem bulizhattál eleget, pedig imádsz bulizni, vagy nem csaphattál egy görbe estét, ahol reggel 6-kor a barátnők támogatnak haza, és próbálnak hideg vizet locsolni rád, mert nem lehetett, mert edzeni kellett, nem tudom, bármi, ami egy fiatal kis felnőttel megtörténik normálisan. Az a helyzet, hogy nagyon régóta befejeztem azt a fajta kérdésfeltevést, hogy mi lett volna, ha. És abban a pillanatban, ahogy én itt ülök most veled, és végig gondolom azt, hogy mi történt az életem során, tehát pozitív, negatív, bármilyen behatás, az nagyon-nagyon szükséges volt, és nagyon-nagyon kellett, mert semmi sincs véletlenül. Én fatalista vagy. Fatalista. Mm. Ezt még nem kaptam meg, de igen, jó, értem, igen. Tehát alapvetően nem érzek hiányt az életemben. Tehát ami nem maradt ki semmi, nem érzel semmi. Szóval. Nem. Főleg amióta a saját döntéseim alapján élek, és nem pedig valamilyen rendszernek, vagy valamilyen személynek a behatásának a, nem is tudom, teljesítése az én életcélom. Azóta minden egyes nap úgy vagyok vele, hogy lepj meg élet, megyek veled, csináljuk. Mert hogy azért még fiatal vagyok ahhoz, hogy bármit is mondjak, hogy jaj, van. Hogy lemaradtam volna. Nem. Rengeteg olyan élményem van, amit én nem címkézek már nem címkézek föl, hogy jó vagy rossz, hanem kellett és szükséges, és itt vagyok, és tök jó. Van egyébként sminktáskád? Nincs. Nincsen? Nem, nagyon, én nagyon-nagyon friss sminkelő vagyok úgy komolyabban, és rengeteg, hála az égnek, rengeteg sminkás kezdődött a környezetembe lenni, és tanítgatnak. Igen? Igen, nagyjából nekem egy cica szem, amit most tanultam meg nemrég. Na! Az másfél óra nagyon. Ja, jó, akkor de megpróbálom, felejtsd el. Akkor mutass egy képet. Lemosom. Jó. És az lesz, de még előtte... Filces tus van, elméletileg az a legjobb, igen. Az hát kíváncsi leszek, de igen, szóval otthon nekem egy ilyen, mekkes cica szem kihúzón van, és én nagyon vékony, és hát az elején az össze-vissza folyt meg, minden volt.
enyhe agyérgörcsöket kaptam, amikor megpróbáltam felrajzolni bármit is, de most így egész jól sikerül, meg mondom így. Élvezed most, hogyha kifested magad? Nagyon. Mert azt látom, hogy az öltözködés, látom azt, hogy a hajadat, a stílusod kialakítását élvezed, és egyébként nekem nagyon tetszik is. De hogy a sminkelés akkor ebbe, ezek szerint így időrendben hátrébb került, és hát ezzel az még mozzáfózol. Az nehezebb, tehát, hogy biztos. Azért nem mindegy, hogy ó, akkor most csak így felkenek valamit. Jó, de azért egyből neki rohantál a pinknek a szemeddel, szóval azért... Ja, igen, a színektől nem félek. Az nyáron én de azért nem mondom, hogy óvatoskodsz. Nem, azt nem. Tényleg nem. De jó lesz majd a végén. Még ja, biztos vagyok benne. Nem, biztos vagyok benne, csak mondom, hogy nem az, hogy itt elkezdesz földszínekkel árnyalgatni, hanem... Ahhoz már profibnak kell lenni. A színekkel lehet össze-vissza kísérletezni igazából, és ezt azért is nyúlok előbb hozzá. 15-16 évesen nem is voltak smincucaid, vagy nem is voltak olyan, vagy bármi, ha valamit szerettél volna, nem tudom, egy nagyon vagány ruhát, amit mondjuk a többiek nem hordtak, vagy valami extrémebb cuccot, akkor ezek így belefértek? Nem. Hát én így nem viccelek, sajnos így az apám meg az anyám levetett ruháiban voltam. Mert hogy így hiába amúgy meg lehetett volna tenni, az apám nekem nem engedte, hogy ha nem vele vagyok, akkor bárhogyan is felöltözzek, már hogy túl feltűnő vagyok. És akkor tudtam felöltözni, amikor esetleg vele mentem el valahova, akkor viszont kiválasztott, hogy milyen ruhát vegyek fel, és akkor általában volt, hogy magas sarkú szoknya, és akkor így vele úgymond biztonságban mutatkozhattam. Most hány éves Liluról beszélünk? Hát ez olyan 14-15-től, és ugye én 19 évesen jöttem el. Szóval egy 4-5 év. Ja. Amikor már 17-18 éves voltál, amikor azért a csajok már így kicsit kezdenek kikerülni, így a szülői védelem alól, mert mondjuk elmennek barátnőknél, ott alszanak, bulikáznak, ez nálatok hogy volt? Hosszas könyörgés, hogyha el akartam menni valahova. Ha elengedtek, akkor másnap biztos voltam benne, hogy úgymond meg kell fizetnem azért, mert jól éreztem magamat, akkor általában vagy összevesztünk, vagy ilyen nagyon ilyen rossz dolgok történtek. És akkor így szépen lassan egyébként leszoktam arról, hogy el akarjak menni. Uh-huh. De azt majd hiszem, nem érte meg? Hát nem érte meg, mert hogy volt egy jó estém, és akkor így jól éreztem magamat, utána másnap meg egy olyan, esetleg amúgy volt olyan, hogy egy héten keresztül, hogy így, na igen, hogy ez az este hatása, ami miatt én most kezelhetetlen vagyok, és akkor nem leszek jó sportoló, nem leszek jó ember, nem fogok, és akkor semmi leszek. Szóval, hogy így ezért lenevelődtem egy idő után arról, hogy társaságba járjak, és hála az égnek, tehát hogy mondom, tehát, hogy hol kompenzál az ember. Én elkezdtem még jobban, mert elég gyerekkoromtól kezdve, hogy a könyv meg az írás az jelen volt az életemben, de hogy még jobban elkezdtem a könyvek meg az írás felé fordulni. És egyébként nekem nagyon sokat segített, mert mind a kommunikációmban, mind a világnézetemben rengeteget adott az a pár év, hogy én így belemerültem a könyvek világába. Igen. Igen, hát a könyv az mindig egy jó menekülés. A legjobb. És amikor eljöttél otthonról, akkor nem tudom, ez olyan volt, mintha nem tudom, egy ilyen diktatórikus államból egyszer csak így átmegy az ember egy ilyen nyugati országba, és minden szabad, és minden ott van előtted, és minden elérhető, és kipróbálhatod? Bár csak mondhatnám azt, hogy ennyire egyszerű volt. Engem nagyon megijesztett az, hogy az a rendszer, amiben felnőttem, az nyilván tarthatatlan volt, tehát hogy nem is az én rendszerem volt, egyrészt azért volt tarthatatlan, másrészt azért, mert nem volt egészséges. És egy idő után már, hogyha valami nem egészséges, akkor valahol meg fog bomlani, így vagy úgy.
És igazából, amikor én eljöttem, akkor rám omlott az a fajta felnőtt élet, hogy oké, 100%-osan önmagam felelőssége minden, amit csinálok. Ez félelmetes egyébként? Nagyon megijedt. Tehát, hogy gondolj bele, hogy olyan szinten volt kontrollálva az életem, hogy mikor eszek, mit eszek, mennyit eszek, hova megyek, hány percig vagyok ott. Iskolából én nem jártam tömegközlekedéssel, hanem apám hozott és vitt. Tehát, hogy én nem tudtam mondjuk közlekedni sem. És hogy utána meg amikor... De még 18 évesen? Semmi, nem. Tehát, hogy nem mentem egyedül. És akkor... Én is mentek a többiek, nem tudom, a suli után, gimiben, a Mekibe, vagy elmentek a Starbucksba, és akkor te nem mentél, mert... Nem, hát nekem egyrészt be volt osztva a napom, tehát hogyha épp nem edzésem voltam, akkor külön órán voltam, vagy tanultam otthon, vagy külön edzésre jártam, még edzés mellett. Tehát, hogy zéró szabadidőm volt. Zéró. Vasárnap 3-tól 5-ig volt szabadidőm. Ennyi. Vasárnap 3-tól 5-ig? Mit csináltam vasárnap 3-tól 5-ig? Hát megpróbáltam nem szétesni igazából. Meg volt egy időszak, amikor a Zsomborral, a párommal, mi ugye régre visszanyúlik így a kapcsolatunk, akkor vele találkoztam 3-tól 5-ig. De oda is apám vitt, és ő hozott el. Tehát, hogy minden kontrollálva volt, és akkor, hát ugye, amikor eljöttem, akkor meg bele a vakvilágba, tehát, hogy semmit nem tudtam. Olyan szinten, hogy még egy ágyat áthúzni magamnak is, olyan volt, hogy így, úristen, úristen, úristen. Teljes pánik és teljes szétesés, és akkor viszont, hát én olyan típusú ember vagyok, hogy minél nagyobb nyomás ér, annál jobban kisajtolom magamból, kinyomom magamból azt, hogy igenis túlélem, és igenis megcsinálom. És akkor hát így 16-tól mondjuk 19-ig volt egy 3 év, ami kőkeményen arról szólt, hogy így oké, hogy tudok felnőtt lenni, hogy tudok felelősséget vállalni a tetteim után, hogy tudok közben ugye világszinten akár teljesíteni, hogy tudom a környezetemet is úgy, hát nem is tudom, használni, vagy érzékelni, hogy ne vegyék észre, hogy amúgy nagyon nem vagyok rendben. Szóval, hogy egy ilyen nagyon érdekes sakkjátszma volt, ami nagyon megtanított mindenre. Tehát, hogy most már viszont ott tartok, hogy bárhol a világon leteszel engem, bárhol, megoldom. Igen. És még jól is fogom érezni magamat. Igen? Igen. Úgyhogy ez egy nagyon nagy erő, és ehhez le kellett mennem a mélybe, a legmélyebbre, szintekre. Meghalni, sokszor szenvedni, és onnan megismerni azt, hogy micsoda erőm van, és micsoda képességeim vannak. Igen. Hagylak tust húzni, mert tust még a tolvajra is csak akkor tud, ha csöndben maradok. Igen, igen, hát jó. Közben amúgy te beszélhetsz. Jó, csak nem akarok, mert véletlenül ösztönből válaszolsz. Akkor mert valami őrületesen jót kérdezek. Akkor már rajzolok valami iszonyú jót, és akkor egyszer csak oda rajzolsz egy horgonyt. Jó, nem röhögtetlek. A tetoválásaidat elmeséled, hogy nyilván ebben nem akarok analizálni, ezért próbálok, hogy amikor egyszer csak így eljött a szabad élet, akkor azért ez egy ilyen lázad. Tök jó, én nem tudok ilyet. Most látod a nyomás alatt, hogy vagy? Jó. Azért viszont szétstresszelek. Igen. Szóval, hogy a tetovás ez egy olyan dolog, amit így általában az ember szülei nem támogatnak, akkor sem, hogyha nagyon harmonikus a viszony. Nálunk hatalmas nagy szabadság van és rock and roll, de még azért az én szüleim is így összehúzkodták a szemüket, amikor már a negyedik tetoválásommal mentem haza, és apukám ilyen nagyon finoman, kedvesen megemlítette, hogy lehet, hogy egyszer meg fogod bánni. Tehát azért a tetoválás egy lázadás. Igen.
Melyik volt De az önmagad első? lázadása, tehát hogy az, amit te akarsz, a te Hát kifejezésed, még csak nem? az sem biztos, hogyha valaki már itt tudja, mit akar, igen, de közben az elején meg hány olyan tetoválás van, amikor az ember végre megteheti, és akkor, vagy nem mondja meg, és akkor valami orbitális hülyeséget tetováltat magára, amit aztán 3 év múlva próbál lézerrel megszüntetni. Neked melyik volt az első? Ez a kis hold. Az egy ilyen első, ez ilyen igazi első igen, tetoválás, igen, az a kicsi hold. Igen, nézzük meg, úha, igen. Ezt Amerikában csináltam egyébként, vagyis csináltattam. Amerika egy hatalmas tanulság volt nekem, mert ugye én ösztöndíjjal kint voltam Floridában, és nagyon, na hát ott teljesen más kontinens, senki nem volt, akit ismertem volna. Teljes összeomlás az elején, hogy Jézusom, most ezt hogy kezeljem. Nem volt jó? Hát utólag jó volt, de hogy megélni, nagyon, fú, nagyon rossz volt. Igen. Nagyon-nagyon szenvedtem, rengeteget sírtam, meg ott nekem így a pánikrohamaim is elég rendesen előjöttek. De azért, mert egyedül voltál, és talán igen. Magányos voltál, vagy elveszett? Mert nem. Elveszett voltam, igen. Elveszett. Nem tudom elképzelni, miért, amikor elveszett vagy. Annyira nem vagy most már elveszett, hát, ahogy így nézd mész, meg a pár véginterjúmat, szerintem azonta átjön kicsit. Hát igen, igen, elveszett voltam elég rendesen, meg... Ez egy állati jó kis tus lett. Igen, most azért nem akarom még a másikat, mert hogy élvezzük, nem biztos, hogy élvezzük igen, ilyenek a tökéletes így. Szóval igen, Amerikában volt, és én találkoztam ott egy teljesen elmebeteg, de ilyen jó elmebeteg, spanyol úszó lányjal. És nagyon jól egymásra hangolódtunk. Ő is nagyon elveszett volt, de ő más, hogy ő olyan kőkeményen lázadt minden ellen, hogy így mondom, hogy így, wow, így taníts, mester, hogy így hogy kell ennyire nagyon átmenni, áttörni mindenfajt, és nem pedig otthon sírni egyedül. És akkor ő mondta, így egyik hétvégén így felhív, így feküdt így a szobájában, hogy hát én ma elmegyek tetoválni, te akarsz-e jönni? Mondom, tudod mit? Igen. És ő valamilyen nagy dolgot, ilyen össze-össze krikszkrakszot tetett magára, és akkor én meg úgy voltam vele, hogy jó, hát én ezt a kis holdat már mióta akarom, és akkor én kis visszafogottam, hogy így ezt a kis holdat szeretném, és akkor így mondta a bácsi, hogy így jó, de hogy ugye hát van egy ilyen limit, hogy így bármennyire kicsi, azért ki kell fizetni, egy minimális árat, mondtam, jó, nem baj, de legalább kicsi, és akkor így elkezdődik, és akkor így csinált, és hát ezt most nem tudom, hogy így te érezted ezt a tetoválásodnál, hogy így megérint a tű, és így úgy vagy vele, hogy így, ó, yeah. Ez most ott marad. Igen, hát annak van egy, igen, az amikor rajzolják, és tudod, hogy ez nem az a rajz, amit... Hát ez nem, ez most ott igen. fog maradni, és igen. akkor igazából én nagyon örültem neki. Ez egyébként, ez a tetoválás, ez... azt jelenti, amikor én 2015-ben, mielőtt eljöttem volna, így amikor realizáltam egyszer csak, hogy oké, nekem el kell menni, akkor így kinéztem az ablakon, és én ilyen nagyon, nagyon szeretem a természetnek a szimbólumait, meg megjelenéseit, és kinéztem, és ilyen volt a hold. És akkor így valahogy így úgy éreztem, hogy mintha egy megerősítést kapnék a holdtól is, hogy így oké, itt az idő. Tök mindegy, mi van, itt az idő. És akkor ez így, és akkor hát onnantól. És akkor aztán kezdtem. Elindultál Lejtőn? Hát elindultam, és lesz még. Tehát, hogy és mennyi van? 21. 21, ilyen picike, de hogy már tudom, hogy miket akarok. Igen. Mi a többi? Hát nagyon sok japán motívum van. Nagyon szeretem a japán bármit konkrétan. Animék, aj, de jó, igen, annyira ilyen különleges valahogy, egy ilyen nagyon, nagyon különleges nép és kultúra. Szeret az animét? Igen, nem titkolom, szeretem, imádom, nagyon. Ja, és japánul szoktam nézni, és angol felirattal, semmit nem értek, de annyira szeretem annyira, még a nyelvet igen, is, igen. Hogy ez úgy, illetve a kedvenc íróim is most jelenleg japánok. És akkor ez itt egy könyvcím.
Ezt nekem a legjobb barátnőm csinálta handpokkal. Uh-huh. Ez a kedvenc könyvemnek egy ilyen, mert ő meg festőművész, annak egy ilyen kis szimbóluma. Ez a második kedvenc könyvemnek a szimbóluma. Ezt is ő csinálta, ez egy koreai írás. És a többi meg hol rúnaírás, hol pedig, ez mondjuk egy román írás, azt jelenti, hogy légzés, és ja, tehát, hogy a légzés ugye, egyrészt már jógázom, és hogy a légzés nekem egy ilyen nagyon nehéz pontja volt a jógának az elsajátításban, illetve tehát, hogy a légzés, mit jelent a légzés, hogy létezel, és hogy visszaigazolod önmagadat is, hogy létezel. És akkor románul azért már szeretnék megtanulni románul majd így 5 éven belül nagyjából, mert a nagymamám ugye Romániából származott, és akkor, hogy egy ilyen tisztelet a generációs dolgoknak is. Olimpiai karika, és nem az olimpiát jelképezi nekem. Ugye a Gerda neve, direkt úgy, hogy ha felemelem a kezemet, akkor ugye ott van. És tudja? Szerintem tudja. Szerintem tudja. Tehát, hogy azért ezt így nem titkolom. Hány csak amikor találkoztatok azért? Hát nem tudom, úgy nem látta. Max képen láthatta. Igen, csak olyan biztos, hogy így meg észrevette. Hát majd lesz idő, amikor fogunk róla beszélni meg. Én ebben hiszek nagyon egyébként. De igen, szóval, hogy a Gerda, hogy minden nap így velem van. Mi van még? Skorpió, mert hogy egy skorpió vagyok, és imádom nagyon. És a lábamon is van 2, itt van egy ilyen egyiptomi dolog, mert mikor kicsi voltam, hát én volt egy időszak, hogy rengeteg egyiptomi kultúrával kapcsolatos könyvet olvastam, és elhatároztam, hogy én egyiptológus leszek, és én nem csak egy régész, hanem hogy mindent tudni fogok Egyiptomról, és akkor beleástam magam, és nekem ez egy ilyen védelmet, meg ilyen, hát így a múltam egy darabját jelképezi, és van még egy, amit a cipőben nem látni, ez pedig a legjobb barátnőmmel egy fél szív, az meg egy nagyon banális, de mégis annál mélyebb jelentésű történet. Igen. Hagyom a másik szemed. Igen. Zavar vagy fel? Nem. Más? Nem, csak nem akarlak így hagyni. Nem nézlek, még azzal is segítek. Nem, ez nagyon jó lett. Már most látom. Amúgy az a titka, hogy nem innen kell kezdem, mert régen innen kezdtem. Én is onnan kezdem. Mert hogy onnan logikus, nem? Hát hogy akkor innen kivezeted? Nem. Egy kedves sminkes barátnőm, Becca, mondta, hogy no, innen, és így kb. Innen csinálta meg nekem egyszer, és így az egész, és mondom, hogy wow. Az a legszebb, igen. És tényleg. Igen, akkor nem ilyen kis cicafarok lesz, hanem ilyen egyenes, és így mondom, hogy oké, akkor ezt most gyakoroljuk is. Gyakorlod egyébként most? Gyakorlom. Igen? Igen, nagyon gyakorlom. Mert mondjuk ez a tus, ezért könyörög a szetted meg a hajad. Ugye? Igen. Hát, persze. Tényleg. Igen. Meg ez tényleg jó, ez az eszköz. Hogy hagyja az embert. Ha. Tök jó lett. Jó napot. Nagyon vagány, szép lett. Igen, ebben már nem nyúlunk bele, mert ilyenkor vagy. Szokott. Ilyen vagy most? Most ilyen. Igen? Igen. Nyáron voltam Párizsba a festőbarátnőmnél, aki egyébként ilyen eszméletlen orvosit végzett ott kint, mindemellett, és találtunk egy ilyen 2 eurós boltot, és vettünk színes ilyen kis tussokat, és hát nyáron ilyen, nagyon lebarnulok nyáron, és ilyen neon zöld és neon lila kis cica szemeket csináltam, és nagyon élveztem. És főleg azért, mert hogy amúgy Magyarországon a színektől annyira megijednek az emberek. Tehát most ebben a kabátban jöttem végig az utcán, és hogy megbámultak? Hát teljesen, hogy így, úristen, hogy így érzem azt, hogy valószínűleg így teljesen ki vannak akadva, hogy rózsaszín, tényleg. Nem, de azért így most ezzel a hatalmas hát rockstar hajjal, tényleg sziszikett, sírva könyörög ezért a hajért, ezzel a hatalmas pink fülbe valóval azért egy jelenség vagy, persze, hogy megnéznek. Jó, hát de nem zavar, hogy megnéznek, nem? Nem, az zavar, hogyha valaki
valaki tiszteletlen, meg agresszív, mert van olyan. De ki tiszteletlen, meg agresszív? Hát nyilván azért így vannak ilyen, ilyen bepróbálkozások, és nem a, a történetem után, hanem ugye hát mint nőként így érnek ilyen atrocitások, de egyáltalán nem függött össze azzal, hogy én milyen ruhát veszek. Tehát, hogyha egy zsákban is voltam, volt olyan, hogy, hogy bőven megfogdostak az utcán, meg ilyenek, és sajnos ugye azért egy nőnek azért ez... Ja, nyilván, persze. Igen, benne van elég rendesen. Szóval azt nagyon nem szeretem, és úgy szoktam magamnál hordani ennek fényében gázsprét is. Van el gázsprét? Persze. Persze. Mondjuk más miatt is, de igen. Mik vannak itt? Nagyon bénán alapozok. Nekem az se baj, ha nem alapozol egyébként. Na, egy kis púdert, azt úgy lehet. Csak hát milyen szín, ugye ez a kérdés. Nem menni barnán vagyok, szerintem ez lesz. Hogy kell megállapítani? Azt se tudom, nem baj. Majd megtanulod. Igen. Vagy ha akarod. Ha fog érdekelni, akkor fogod tudni. Gondolom, majd nem tudom így. Most hol tartasz magaddal? Most arra gondolok, hogy ez a mi leszel, ha nagy leszel? Igen. Rengeteg tervem van. Rengeteg olyan dolgot elkezdtem, ami szépen be fog érni. És például? Miket csinálsz? Például most pár hét múlva jógaoktató leszek. Ez nekem egy nagyon régi álmom, mert miközben már úsztam, én már elkezdtem a jóga felé menni, mert nem ez a divatból, hogy jaj, már hogy jó a jóga, és akkor majd így stretchingelek a szép kis ruháimban, hanem így a legpuritánabb, legalapabb értelmében, hogy tényleg a légzés, a mozgás, a kapcsolódás önmagammal, ebben nekem rengeteget segített. És a pánikrohamaimat is egyébként az mulasztotta el a legnagyobb százalékban, hogy a légzés gyakorlatokat megértettem, és meg tudom csinálni, illetve meditálni is tudok. Tehát, hogy én reggelente minden nap egy meditációval kezdek. És a jövő héttől hivatásos jogaoktató vagy? Hát egy-két hét, még nem tudom pontosan. Tehát, hogy igen, de hogy belátható időn belül. Igen. És akkor ezt fogod csinálni, jogát fogsz oktatni? Is. És még mit fogsz csinálni? Is, mert hogy ugye hát elég sokáig éltem monotonitásban, és ez az, amit a rettegek, hogy véletlenségből is, bármilyen szinten is én monoton szinten csináljak bármit. Az igen, ez így átjött szerintem a mondatból is, hogy nagyon nem. És én emellett elkezdtem tanulni egy olyan történetet, ami jelenleg még csak le van védetve, de nincsen, hát még nincsen, tehát hogy még nincs ilyen, és el fogom mondani, hogy milyen neve, következő, asztropszicholingvisztikai karakterológia. Mit csinálsz te pontosan? Hát igen, ez a kérdés. Ez kérlek szépen az önismeret és a megértés legmélyebb szintjére vezet és visz. És de te fogsz tartani ilyet? Nem, én szeretném, én most épp tanulom egyébként az én mesteremtől, aki egyébként 20x éve, és már előtte is emberekkel foglalkozott, de 20x éve ezt a rendszert fejlesztette ki. És olyan mélybehatóan és mélyre menően zseniálisan kinyitja az embert, mint egyént is, és a másik felé is, hogy megértse azt, hogy miért van az, hogy annyira különbözünk, miközben amúgy egy közös élettéren vagyunk, ugye a Földön, és hogy magában a megértésben hol tudunk mi is bekapcsolódni, és ezáltal egyénileg is gyógyulni, és társadalmi, meg közösségi szinten is gyógyulni. Igen, ez egy nagyon, nagyon különleges dolog lesz, és én most jelenleg tanulom, és nagyon szeretném majd a jövőben ezt elvinni addig, ameddig csak lehet. Ez leszel, ha nagy leszel? Igen. Segíteni akarok, de úgy, hogy nem akarom megmondani a másik embernek azt, hogy mit csináljon, hanem azt akarom, hogy megtanulja minden ember, aki erre kíváncsi, és van igénye önmagára, hogy ki ő. Hogy megtanulja, hogy ki ő. Mert ez nincs. Ilyen nincs. Tehát, hogy rengeteg önismereti történet van, és mégis valahogy
olyan kicsit elakadva érzem bizonyos szempontból ezeket. Szóval nekem amúgy is a személyiségem egy ilyen nagyon... Én nagyon szeretek analizálni, meg nagyon szeretek megérteni tényleg a legmélyebb szinteken dolgokat. Én is ezáltal gyógyultam meg ezáltal vagyok itt, így. Mert nem féltem a mélységektől. Viszont ahhoz muszáj, hogyha az ember tényleg szeretné felszabadítani önmagát, hogy merjen. És ahhoz, hogy merjen, ahhoz kell egy közeg, aki engedi biztonságosan. Mert hibázni fog az ember. Az önismeret az arról szól, hogy hibázunk. És egy idő után azt mondjuk, hogy oké, akkor én itt vagyok, és akkor én ilyen vagyok, és akkor így rendben, milyen lehetőségeim vannak, és akkor egyszer csak feltűnik az, hogy minél jobban mész, annál többet látsz. És igen, nekem ez egy nagy álmom, hogy én ezt tudjam képviselni. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.